Pilisi Réka a középiskolás korában még arra készült, hogy orvos vagy gyógyszerész lesz. Továbbképzésekre, szakkörökre járt. Aztán a döntés pillanatában arra szavazott, érettségi után szakmát tanul. Jelenleg a Szekszárdi Szakképzési Centrum Adi Szakközépiskolájában végzős kozmetikus tanuló. Szerintem mindig szükség lesz a szakmára, bármilyen szakmáról is beszélünk, mondjuk például a kozmetikusokra. Szerintem mindig szükség van egy jó kozmetikusra. Nagyon megtetszett, szeretnék itt végezni és kozmetikusként dolgozni később, különböző tanfolyamokra járni, képezni, van folyamatosan tanulni, érdekelnek más dolgok is így a kozmetikába. Réka egyike azoknak, akik külsősként érkeztek a szakképzésbe. Szeptembertől a technikus képzés beindításával az érettségi utáni képzések rendszere is átalakul. A technikus oktatásról a szakemberek azt mondják, jó formája volt a szakmai fejlesztésnek. Egy kimondottan sikeres időszak volt a magyar közoktatásban és szakképzésben, amikor technikumok technikusokat képeztek, és nagy valószínűséggel ezt a régi sikeres időszakot gondolják visszahozni azzal, hogy 2020. szeptemberétől már technikusokat fogunk képezni érettségi után itt iskolánkban. A régi típusú technikus képzés egy nagyon jó képzés volt annak idején. Nem felejtettük még teljesen el azok a hagyományok, amik akkor megvoltak, vagy megalapozódtak, azok a mai technikus képzésben is megvannak, és az új technikus képzésben talán még inkább megjelennek majd. A rugalmasság alatt értem azt, hogy minden irányban tovább lehet vele menni. Felsőoktatás irányába, munkavállalás irányába, és akár a további szakképesítések megszerzések irányába, és mindegyiknek egy nagyon jó alapot fog adni. Tehát az a fiatal, aki a technikus képzésben megjelenik majd nálunk érettségi után, az biztos, hogy egy stabil induló pozícióból mehet majd tovább. Szeptemberben a induló képzéseknél eddig is nagyon sokat beszéltünk az 5 éves technikumi képzésről, amely elsődlegesen az általános iskolásokat célozza meg. Viszont nagyon fontos, hogy tudjuk azt is, hogy 2 éves formában is folytatódik a technikumi képzés, tehát akik 2020. szeptemberében érettségizettek, beléphetnek a 2 éves technikumi képzésbe. Ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, hiszen a 2 éves képzésben már az új szakmákat, az új technikumi szakmákat lehet elsajátítani, duális képzésben lehet részt venni ezekben a szakmákban, duális képzőpartnereknél, már teljes egészében az új szakképzési törvénynek megfelelően. Az alaptechnikumi képzés, amiről beszélünk, ami az általános iskolásoknak ugye 9. évfolyamon lép be, ott van egy 2 éves alapozó időszak, egy szakmai alapozás. Ezt követi egy 3 éves szakirányú oktatás. Összességében az 5 év alatt, miután ők közismereti tárgyakat is tanulnak, tananyag tartalmát tekintve mindösszesen pontosan ugyanannyit tanulnak, mint a 2 éves technikumi képzésben. Ugyanis a 2 éves technikumi képzésben már nincsen közismereti tartalom, hiszen ott az érettségi vizsga belépési feltétel, alapbelépési feltétel. És akinek ez megvan, ugye ő már azt bizonyította, hogy a közismereti tartalmakat elsajátította, ott már csak a szakmai tartalomra koncentrálunk. Tehát összességében ugyanazt viszi mind a 2 struktúra, tartalmát, szakmai tartalmát tekintve. Dombováron a szakképzési centrum Apácai középiskolájában van egy olyan osztály, akik pedagógiát tanulnak. A képzés alkalmas arra, hogy felkészítsen a felsőoktatásban való továbbtanulásra, de az elhelyezkedésre is megfelelő képesítéseket nyújt. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy merre menjek, de tovább menni semmiképp nem szeretnék igazából. Ezt csak igazából azért választottam, mert szeretem. Szeretem a gyerekeket is. Úgy gondolom, hogy még a szakmába szeretnék egyelőre elhelyezkedni. Aztán, hogyha ennyire tetszik, akkor lehet, hogy tovább megyek, de ebben még kicsit bizonytalan vagyok. Jó. Vonzott itt az emberközpontúság, és igazából kifejezetten azt tetszik, hogy nem korlátozódik be kifejezetten így a tanításra, illetve óvodára, hanem el lehet vele helyezkedni akár idősek otthonában. Viszont tényleg nagy segítséget nyújt, hogy későbbiekben akkor ugye továbbtanuláshoz akár, vagy hát meg ugye utána konkrétan el is lehet vele helyezkedni is ugye szakmában. Érettségi után bárki bekapcsolódhat majd a technikusi képzésbe. Mindenkit arra tudok csak biztatni, hogy egy szakmával később, hogyha szakirányban szeretne tovább tanulni, sokkal nagyobb a lehetőségei, és ez többek között ezért is fontos, hogy szakmát tanuljon. Másrészt pedig azért is nagyon fontos, mert a 2 éves képzésben olyan szakmák jelennek meg, amire tényleg nagyon nagy igény van, és nagyon nagy kereslet van. Az elhelyezkedés azt
merem mondani, hogy garantált, hiszen ugye bármelyik cégvezetővel, ha beszélünk, mindenki munkaerőhiányról beszél, és mindenki keresi a szakembereket, tehát biztosan jó lehetőségek vannak az elhelyezkedésre, többletpontot lehet szerezni a továbbtanulás tekintetében, ha valaki még utána tovább szeretne menni, és nem mellesleg a többletponton kívül olyan nagyon magas szakmai tudással tud tovább lépni a felsőoktatásba, ami neki sokkal egyszerűbb és könnyebbé teszi majd ott a tanulást. Ebben a technikus képzésben nyilván azok az oktatási formák, amik a mostani nappali és a mostani felnőtt oktatásban megvannak, mind meglesznek majd. Igaz, hogy egy picit más formában, de rugalmasság irányába fognak elmenni, és nyilván a magas szintű szakmai tudás, a modern szakmai tartalmak beemelése az, ami majd ezt igazán aktuálissá teszi. Nem szakirányban tanulnak tovább az 5 éves technikus képzésben, azoknak a 2 éves képzések fognak majd lehetőséget adni az érettségi utáni csatlakozásra. Ebben nyilván lehetőséget kap az is, aki bárhol leérettségizett, lehetőséget kap az is, aki más szakirányból szeretne egy újabb szakirányban tovább tanulni. Ezekben a 2 éves képzésekben magas szintű alapozással elindulva egészen a technikus minősítésre fognak majd eljutni. Egy szakképzésnek mindig az a siker kulcsa, hogy a képzés megtalálja-e azokat a legfontosabb válaszokat a munkaerőpiac kihívásaira, hogy szinte napra kész szakembereket tudunk kibocsátani. A technikum idejében akkor ez megtörtént, és nagyon remélem, hogy az új technikusi rendszernek ugyanez lesz az elsődleges célja, és sikerül is választ adni a munkaerőpiac kihívásaira. Szervezés tekintetében nem túl sok, hiszen jelenleg is foglalkozunk érettségi utáni OKS képzéssel, ahova nem szakirányú, tehát akár gimnáziumból érettségivel bejövő gyerekeket is oktatunk, 2 év alatt kapnak OKS bizonyítványt. Ugyanez lesz a technikumnál is, tehát gimnáziumban, bárhol, bármilyen másik középiskolában érettségizett diákokat fel tudunk venni, és érettségi után 2 év alatt technikusi bizonyítványt tudnak itt nálunk szerezni. A tartalom tekintetében tehát lesz egy modernizáció, valamint a képzettség technikusi képzettséget fog jelenteni. A szakemberek véleménye szerint a technikus képzés modernizált változata a mai képzési rendszer egyik előremutató kezdeményezése lesz. Ez egy teljesen más gondolkodásmódot jelent iskolai szinten is. Ugye a 2 éves technikumi képzésnek az első fél éve az, ami a szakmai alapozást jelenti. Ezt a fél évet csak és kizárólag az iskolában fogják eltölteni tanműhelyi körülmények között. A fél év elteltével, ha lesz egy sikeres alapozóvizsgájuk, akkor ezt követően mehetnek ki a duális partnerhez. Itt nagyon fontos, hogy a cégeknek mi az igénye, nagyon fontos az iskolák, az oktatók és a cégeknek az együttműködése. Az újdonságot ez fogja jelenteni. Hogy igény mindenképpen megjelenik, már jelen pillanatban is kaptam érdeklődő telefonokat, akár gimnázium vezetőtől is, hogy milyen lehetőségek vannak a 2 éves technikumi képzésekben. Én abban hiszek és bízom abban, hogy miután ugye itt is érvényes lesz az ösztöndíjrendszer, illetve a duális képzési rendszerben a munkaszerződés rendszere, a tanulói juttatások jelentős mértékben megnövekednek, hogy ez is vonzóvá teszi a fiatalok számára. Azt gondolom, hogy ez a jövő képzési formájának az egyik alapvető tényezője lehet a szakképzésben, illetve magában a szakmai képzésben. Szükség is lesz rá. Azért lesz rá szükség, mert innen lehet tovább lépni. Tehát ez a képzés lesz az, ami majd a középszintű vezető réteget kitermeli akár a gazdaságnak, akár pedig megalapozza a mérnökképzést, ugye mi főleg szakmai irányban képzünk, megalapozza a mérnökképzést, akár a gépészet, akár a közlekedés, akár az informatika területén. Az új technikusi rendszerben 9 ilyen technikusi szakot fogunk kínálni számukra. 8 szak tartalom és név tekintetében megegyezik, illetve hasonló a korábbi OK-hoz. A technikumi rendszerben egy új szakot fogunk meghirdetni, a Pannon Egyetemen együttműködve, ez pedig a vegyésztechnikus szak. Ez az együttműködés a törvényben biztosított technikusi végzettség mellett több lehetőséget biztosít a diákok számára, hiszen egy felsőoktatási intézménnyel együttműködni az mindig egy kihívás és egy lehetőség is. A jelenlegi OKS végzettséggel is plusz 32 pontot lehet szerezni a továbbtanulás szempontjából szakirányú felsőoktatási intézménybe, de az együttműködés a Pannon Egyetemmel ezen túl is még biztosít lehetőséget a diákjaink számára. Bár a technikus képzés részletei e pillanatban még kidolgozás alatt állnak, a ma már tudható részletek bizakodásra adnak okot, erről tanúskodnak a szakképzést végző intézmények vezetőinek véleményei is.
Ha minden pozitívuma bebizonyosodik, akkor egyre többen Pilisi Rékához, a kozmetikus tanulóhoz hasonlóan döntenek majd a szakmaválasztás mellett.